Sportestet szerveztek Marosvásárhelyen, ahol díjazták a város sportegyesületeit. Az elegáns rendezvény a marosvásárhelyi sportértékek motto alatt futott, és a legjobbak elismerésben részesültek. A díjazottak között volt több elismert sportág képviselője, de kevésbé ismert sportklubokat is kitüntettek. Ilyen volt például a korfból, a darts, a különböző harcművészeti ágak, a tájfutás és a testépítés. A marosvásárhelyi sportestéjén a város sportújságíróit is díjazták, majd közös vacsorára került sor. Az eseményt a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal és a Sportlife szervezte. Győzelem nélkül zárta a rájátszást a marosvásárhelyi ACA. Gyorgya Csorcseri együttesen 4-1-re kapott ki a Sztyávától, és mindössze 3 döntetlen szerezve a 6. helyen zárta a felsőházi rájátszást, 26 ponttal lemaradva a bajnoki győztes Ásztrá Gyurgyutól. Harmadik vereségét szenvedte el a magyar jégkorong válogatott a világbajnokságon. Magyarország 6-2-re kapott ki Franciaországtól, és egyre távolabb kerül az A csoportos bennmaradás. Szlovákia és Kanada után ismét kemény ellenfelet kaptak a magyarok a jégkorong világbajnokságon. A franciák 2008 óta vannak a legjobbak közt számon tartva, és érthetően ők voltak az esélyesebbek. A magyarok a szerencsében bíztak, de a vége vereség lett. Nagyon csalódottak vagyunk, legalábbis én mindenképpen gondolom, hogy mindenki természetesen, hiszen ma játszottunk a legrosszabbul, nagyon sok hibát követtünk el, és igazából mi vesztettük el ezt a mérkőzést. Rengeteg kiállításunk volt, le voltunk maradva, folyamatosan nem azt csináltunk, amit megbeszéltünk az öltözőbe, nem próbáltuk azt az egyszerű játékot játszani, amit ugyanúgy a Kanada, a finnek, akármelyik csapat ellen nekünk játszani kell, és ebből megbosszulták magukat. Rich Csernomász csapata akkor tud bent maradni az A csoportban, ha Fehér Oroszország előtt végez. A magyar jégkorong válogatott következő ellenfele az éremesélyes Finnország lesz.